erős három Istenünk. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű estén, és a mai esti Isten tiszteletet kezdjük el a kiírt első énekkel.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Jöjjetek és lássátok Isten tetteit, áldjátok népek a mi Istenünket. Magasztalom az Urat teljes szívemből, az igazak körében és a gyülekezetben, mert váltságot küldött az ő népének, örökkévalónak rendelte szövetségét. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, aki ezt a szent éjszakát tündöklővé tetted az igazi világosság megjelenésével, attól, hogy a Földön hittel fogadjuk az ő világosságát és annak titkát, a mennyben pedig ajándékul kapjuk az üdvösség örömét ő által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet kedves szentestét ünneplő testvérek, most hallgassunk meg két szép karácsonyi furia éneket, majd pedig két szép karácsonyi verset. Utána pedig a betlehemes műsor következik. Túrmezei Erzsébet, új hálainak szájom, és zengjen drága hírt.
légy áldott Szent Karácsony, hogy eljöttél megint. Az égi gyermeket új énekszóval áldjuk, és boldogan csodáljuk, hogy Isten így szeret. Nincs bánat, éj, sötétség, napfényben járhatunk. Ránk hinti égi fényét megváltó Jézusunk. Kísérnek könnyeket, ha béke, fény és élet, ő benne mind miénk lett, ha Isten így szeret. Samu Margit, Karácsony várása. Nézz fel a csillagos égre, és mindig látsz egy fényesebb csillagot, amely ragyogóban ragyog, mint a többi. És gondolj tiszta szívvel a három királyra, akik hittek az üdvözítő születésében. Vezette őket a csillag, szívük melege és a szeretet öröme, mert megváltó született magaton. Higgyél az ő hitükkel, amit nekik adott az Isten, hogy egyetlen fiát lássák, érezzék, imádják, és hirdessék, hogy él a Teremtő, ki szereti az embereket. Amíg gyermeki szeretettel tudod szeretni egyetlen megváltódat, addig az életed boldog és gazdag. Ne hagyd elveszni a szívedben élő Istenedet. Ne törölje ki senki. Énekelj, mert mindennél nagyobb hatalom ő. Így várjad minden évben Isten egyszülött gyermekét, az értünk megszületett Jézust. Estét kívánok, meg ne ijedjenek, itt egy kompánia, semmit se féljenek. Lépek én a házba azon kérelemmel, szabad-e ide bejönni Betlehemmel? Itt a szép karácsony, szikrázik minden hóbia szám, csengő szól és gyertya robban, ünnepek, ünnepek, itt vagy már. Mikor szól a csengő, az ajtó kitárult, pirosalma nevet rám a fenyőfáról. Tudom, az erdőből édesapám hozta, aki ott meg anyám be is aranyozta.
Azért olyan kedves, azért olyan drága, meghatottan nézek a pára anyára. Úgy szeretném, hogyha szívem kicsiászol lenne, karácsonykor az Úr Jézus megszületne benne. Befogadnám, betakarnám, illattal beszórnám, hideg széltől, deres csóktól szeretettel óvnám. Elringatnám szent álmait, rózsákkal behinteném, s ránk borulna csillagostól csöndeségi szentély. Jeruzsálem hát várlak jővel, szívemet kitárom, születésed áldott percét örömteltem várom. Történt nagyon régen, távol tőlünk más vidéken, néhány pásztor nyája törzött, kint a sötét éjjel réten. Szálljatok le, karácsonyi angyalom, zörgessetek máma este minden pici ablakot, palotába és kunyhóba, nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet! Mennyei fényel hangj el az égben, angyali szózen senki se féljen. Megszületett az Úr Jézus dicsérjéke, örüljön az örülőket minden lélek. Mi ez a csodás hang? Mi ez az égi fény? Tán szellem kísérti tének idején? Szívem együtt zengen csodaszép hanggal, mint a szólalna egy valóságos angyal. Halljátok az üzenetet, Jézus Krisztus megszületett, megváltótok uratok ő, világmentő üdvözítő. Betlehembe menjetek, ott találtok egy gyermeket, szegényes pólya fogja át az Isten egyszülött fiát. Emberek, örvendezzetek, a megváltó megérkezett. Zengje hangosan föld és ég, Istenünk ki a dicsőség. Induljunk testvérek Betlehembe most, lássuk, ami történt a csodálatost. Ám de mi legyen az adományunk, hogy vele gyermeknek szépet s jót kívánjunk. Egy karcsó jutelt hoztam én, hát ha nem elég az édesanyja, tejet. Legszebbet viszem báránykány közül, annak a kisgyermek biztosan megölül. Én meg gyapjút viszek, puha mint a piel, gondolom jól esik majd azon pihennie. Most, hogy itt a boldog óra, örömhírre mondja a szóra, a pásztorok útra keltek, s Betlehembe elsiettek. Látják, hogy Mária énekével áltatja a kisdedet.
Adjon Isten szép jó estét, köszöntjük a kis dedecskét. Gyapjút hoztam néked, puha, mint a pihen. Gond, testednek jól, essék azon pihenni. Bátyára, mennek minden boldogságra, szegényen csupaszon, jöttem én a világon. Jöttél a világon. Egy korzsú fejet hoztam, ezt a kicsinke bárányt hoztam néked, én fogadd el tőlem, hogyha tetszenék. Ez mind igazán derék dolog, köszönjük szépen, drága jó pásztorok! Adjon Isten megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Főtt kalbászom minden fogyott, fényes csizmánk is megragyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tamén egész vashazékkal. Én vagyok a Bornizsár, aki szerecsen király. Irul, pirul, Mária, Mária, boldogságos kismama. Hulló könnyen záporán át, alig látja Jézuskáját. Sok pásztor mind muzsikál, meg is kéne szoktatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Ünnepén az a kívánságom, legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is, mindenütt legyen olyan béke, mint amilyenben lakik az emberek szívében. Azt kívánom minden nap, karácsony legyen, azt kívánom minden szív legyen, Betlehem. Azt kívánom égi hang, kassa lelkem át, szenged néked Jézusom, hálás sokannál. Mindig értem én, de kell, hogy a szívem ott legyen.
a hit szeretett remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedel. Hallgassunk egy karácsonyi éneket, a kórus szeretném kérni, hogy jöjjön az oltár elé.
Keresztény gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg a mai esti szentestei ige hirdetés alapigéjét. Ugyanis ezt megőre találjuk Ézsaiás próféta könyvének 9. fejezetében, az 5. és 6. versében a következő képen. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő bánál lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vég a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urán a féltő szeretete viszi véghez ezt. Ámen. Ez is. Karácsony ünneplő keresztény gyülekezet. Talán, ahogy a gyermekek énekelték a hópihe, egyedül az, ami hiányzik a karácsonyból. Talán éppen az, hogy a hó nem ropogott a lábunk alatt, ahogy ide érkeztünk. De ettől függetlenül azt hiszem és remélem, hogy minden adott ahhoz ma este, hogy igazi békés és boldog karácsonyt lehessen. Akár itt a templomban, akár pedig odahaza, akkor, amikor családi körben ünnepeljük a szentestét. Az ünnepek között azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, szerintem a karácsony, a szenteste az egyik legszebb és a legmeghittebb ünnep. Amire talán a leginkább készülünk, amire a leginkább várunk, és talán éppen azért, mert annak a lényeg, amit ilyenkor ünnepelünk, és amit érezni szeretnénk, azt hiányzik talán a hétköznapokban leginkább. Azért áll hozzánk jön nagyon közel a karácsony és a szenteste, azért szeretjük, mert nagyon-nagyon emberi a történet. Megszületik egy kisgyermek, és benne sűrűsödik az emberiség minden álma, minden vágya és minden reménye. Eljön hozzánk Isten úgy, ahogyan több költő megénekelte, ahogy több festő elrajzolta, lefestette. Nem harsonával, hanem jött néma igazöveléssel. Jött csendben, jött halkan, jött sokak számára rejtettek. Egyszer valaki azt írta, hogy a nagy dolgok csendben történnek, nem külső események zajában és divatkodásban, hanem a belső látás tisztaságában. Amikor
nézve, tettre szólítja a lélek szabadságát és alkotással termékenyít meg mélyét. A csendes hatalmak az igazán erősek, az ember élet nagy tettei közül egy sem fakad pusztán csak gondolkodásból, sokkal inkább a szívből és a szív szeretetéből. Megérteni nem lehet karácsony titkát, az emberi értelmel, csak az emberi szívvel. Felfogni fel nem foghatjuk, hogy mi történik karácsonykor, de hitünkkel, szívünk látásával mégis eljuthatunk odáig, hogy elfogadni, elküldni mindazt, amit benne az ember van. Karácsony emberi szívet szólítja meg. Nem gyülekezeteket, nem csak az emberiségét, hanem egyesével bennünket. Erről a csendes csodáról, Isten szeretetének titkáról szól ez a mai karácsony ige is. Ézsaiás proféciája gyermekként közénk jött Istenről, Krisztusról. Karácsony csodája, karácsony története, ezzel a három szóval foglalható össze Isten emberével. Vagy ahogy Ézsaiás fogalmaz, gyermeke születik neki. Isten nem látványosan jött el. Isten az akkori világ egyik eldugott városájában születik meg, nem bíborban, básonyban, hanem egy nagyon egyszerű istállóban és jászolban fekszik, oda születik vele. Karácsony Isten néma igaz ülelése, úgy, ahogy az Isten átöleli az embert az ő gyermekének születésével, ahogy átöleli a tékozló fiú édesapja a tékozló fiút, aki hazaérkezik, mert elfogyott a pénze, mert nincs más reménysége, mint hazaérkezni a szülői házban, az atyai szeretetben. És nem csak az atyai ház ajtaja van mindig tárva, hanem az atyai kéz is, amelyik nem gondolkozik, hogy szeresse a gyermekét. Azt, aki egyszer tőle elszakadt, azt, aki egyszer nemet mondott, azt, aki saját kezébe akarta menni az életét. Tékozó fiú apja ritkája, nagyon szét a karját, így öleli magához gyermekét, és az Isten a karácsonyban így tárja szélesre az ő karját, azért, hogy mindannyiunkat magához tudjon ölelni. Sokan sokféleképpen várták Jézust. Sokan sokféleképpen várták a Messiást. Sokan sokféleképpen várják ma is az életük megoldását, és megérkezik egy gyermek. Újjában, befújjában fekszik a jászolban, szegényes ruhában, szegényes körülmények között. Tudunk-e ma kezdeni ezzel a történettel valamit? Tudtok ezzel a történettel 2014 évvel ezelőtt valamit kezdeni? Sokan van, és azt várják, hogy valaki olyan megváltó érkezzen, aki megoldja a gondjainkat. Aki megoldja a mi problémáinkat, szegénységeket, a betegséget, aki mindenre egy csapással tud orvosságot hozni. Ma is Jézus születését ünnepeljük. Azt a Jézusét, aki már régessége megszületett, de aki ma is meg akar születni. Minden egyes szívben, minden egyes család otthonban, és nem egy ünnepi alkalomra szeretne megérkezni, amikor vízbe öltöztetjük szívünket, lelkünket, hanem minden napos vendége a kanepetőinkben. Tudunk-e ezzel a hozzánk érkező Jézussal mit kezdeni? Ki ez a Jézus, ki ez a karácsony gyermek? Sokan nem látják, hogy ő az erős Isten, aki magára veszi és hordozza a világ összes bűnét. Közt a miénket is. Ő a békesség fejedelme, aki a bántását, az igazságtalanságot magára veszi. Aki elhordozza a mi bűneinket is. Ilyen az Isten. Azt gondolom, hogy ezzel az Istennel már mi is tudunk mit tenni. Meglátjuk ezzel a karácsony estén, hogy a nagy dolgok valóban csendben születnek. Nem a külső események zajában és uralkodásában, hanem a belső látás tisztaságában.
kívánom, hogy ebben a csendben, ebben a külső hivatkozásokkal mentes karácsonyban találkozom mindenki a felé érkező Krisztussal, azzal, aki megoldást hoz. Nem csak az emberiség, de az ember a személyes életünkben. Hogy az Istenben észrevegyük, hogy a karácsony ez nem tőlünk függ, úgy, mint eddig egy karácsony sem. A karácsony mélysége, a karácsony szentsége, nem a mi készülésünktől, nem a mi díszeinktől lesz csillogóvá és szépvé, hanem attól a találkozástól, amit önmagában rejt. Tudunk vele találkozni. Ott az ünnepi asztalnál, ott a csillogó gyermekszemekben, ott, amikor a szülő és gyermek egymásra tud nézni, és minden szó nélkül mindenki érzi a boldogságot, és érzi azt a szeretetet, amelyet Krisztusban kaphatunk meg. Ilyen áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, ilyen találkozást kívánok mindenkinek, hogy emberi lelkek, családtagok lelke folyjanak össze, érezzük azt, hogy egy családdá lehetünk, és egy szeretett közösségé lehetünk. Otthoni családjainkban is, itt a gyülekezetünkben is, attól kicsi városunkban is. Ámen. Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, hálát tudod, hogy elküldtél a megígért megváltót, és örömet, békességet készítettél minden embernek. Áldj meg minket kegyelmes jelenléteddel, hogy senki se érezze magát egyedül, senki sem maradjon vigasztalásod nélkül, hanem mindjárt egy szívvel boldogan álljunk a te jóságodat az Úr Jézus Krisztus által, akinek a nevével együtt még mindannyian imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön a te országod, legyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, aki kegyelmünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezésünk, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Istenem, népe, vegyétek az urálást! Áldjunk meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Thank you.
Nagyon nagy szeretettel köszönöm meg a hittanos gyerekeknek a Betlehemes műsorát, a felkészítő tanárnéniknek. Nagyon szépen köszönöm a Furulyásoknak, a Szabalóknak a műsort, és köszönöm, hogy együtt tölthettük a Szentestét. Mindenkinek áldott karácsonyt kívánok azzal, hogy holnap 10 órakor szeretettel várunk mindenkit, úrvacsorai lehetőség is lesz. A kiállatnál pedig a gyerekeket kérem, hogy egy almát, vagy egy mandarint, vagy pedig szaloncukrot vigyenek magukkal, illetve a felnőtteket pedig, hogy egy gyülekezeti újságból vigyenek magukkal, sőt lehet többet is, az otthon maradt szomszédoknak is nyugodtan, bátran adjuk belőle. Nyugodalmas jó éjszakát, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!